75 gyerek rúgja a bőrt a nyári napközis táborban. A 6 és 13 év közötti fiúkkal és lányokkal 8 edző és 3 kísérő foglalkozik. Élménytábornak nevezzük, de természetesen a futball alapjaival kezdjük, valamint akik olyan szinten vannak már, őnekik emelt szintű edzéseket is tartunk, de itt a jó kedv és a kacagás a lényeg. A reakcióidőt és a koncentrációt is fejleszti ez a BlazePod nevű eszköz. A táborban és a tanévben is fejlesztik a gyerekek tudását. Mindenkinek játék lehetőséget biztosítanak a Vonyarcvas-hegy FC-nél, a kiemelkedő tehetségekkel pedig külön foglalkoznak. A klubnak hatalmas eredmény, hogy 3 játékosuk is szintet lép. Seffer András és a közben Hévízre igazolt Mészáros Huba az Illés Akadémián, Gelencsér Bence pedig a Zete Tehetség Központjában folytatja szeptembertől. Több esélyem lesz bekerülni a magyar válogatottba is, ami az egyik álmom, meg magasabb szinten tudom folytatni a pályafutásomat. A tehetséges fiatalok szeretik nevelő klubjukat, a csapat és az edzők is jó közösséget alkotnak. Seffer András is nagy eredménynek tartja, hogy leigazolták. Nagyon örülök, mert ez egy erős csapat, és hát akarok fejlődni, mert ez még csak egy lépcsőfok. Az emberi értékek átadása és a becsületes sportra nevelés. A technikai és elméleti tudás mellett ezek a legfontosabb célok a Vonyarcvas-hegy FC-nél. A nyári táboraik mellett az érték vagy jótékonysági sport és játéknapot is ők szervezik. A kiemelkedő közösség teremtő erőt a település vezetés is elismeri. Nagyközség szinten nem is lehet más dolgunk, csak hogy támogatjuk azokat az egyesületeket, akik jócskán túlmutatnak azon a célokon, amiért létrejöttek annak idején. Természetesen a fürdőzés is a tábor része, illetve kajakozhatnak is a gyerekek. A Vonyarcvas-hegy FC az elmúlt évekhez hasonlóan most is 2 turnust hirdetett.